Szeretettel üdvözöllek. Elkezdem újra fürdőző vadkocsák közepette. És ezúttal egy kicsit másképp próbálom meg elmondani a dolgokat. Mert az előző három videóban folyamatosan próbáltak belezavarni a mondandómba. Úgyhogy most leírtam és lényeget el fogom olvasni neked, közben a vadkacsák pedig itt fürödnek, napoznak. Tehát az előzőekben arról volt szó, hogy ugye egy szimulációban vagyunk mindannyian. És hogy ezt a szimulációt Lucifer készítette az ember számára. És neki minden cselekedete arra irányul, hogy rávegyen téged arra, hogy te írd a saját programodat. Látszólagos hatalmat ad a kezedbe, de ez csak illúzió. Azt szeretné elérni, hogy szakadj el Istentől, és az eredeti isteni frekvenciától. Ugyanis, ha más frekvenciára állsz rá azzal, hogy az általa felhasznált, vagy felkínált lehetőségeket választod, vagy egy saját magad által kitalált verziót, akkor eltérsz attól, ami valójában vagy, és először önmagadtól szakadsz el, majd azzal, hogy nem az Istenit engeded megvalósulni, Istentől. Egyetlen módon szabadulhatsz. A szimuláció harmadik szintjén ebből a programozott valóságból. A harmadik szinten te vagy a programozó. Nem tudsz más csinálni, csak programot írni. Minden gondolatoddal és szavaddal programozol. Magad és mindenki más számára, aki téged körülvesz. Tehát magadat is programozod, és mindent önmagad körül. Tehát, ha csak programozni tudsz, akkor programozd vissza magad, és az egész teremtést az eredeti isteni minőségébe, az eredeti isteni mintázatra, és az isteni tervet engedd működni. Erre fókuszálj, erre koncentrálj minden egyes pillanatban. Ez nem olyan nagy dolog, hiszen ez már kezdettől fogva megvan számodra. Nem kell semmi újat kitalálnod, nem kell az egódnak híznia attól, hogy most te milyen ügyes és okos vagy, és kitalálsz valami olyan újat, ami még nem volt, és hogy ez majd mennyire fejlődésre fogja ösztönözni az egész valóságot. Nem, tehát nem kell semmi újat kitalálnod, hiszen minden készen van kezdettől fogva. Csak azt engedd működni. Engedd meg, hogy az isteni áramlat létrehozza benned és körülötted, amit te vagy. Miért jó ez nekünk? Mert ha a szimulációba bejut általad az isteni áramlat, szétolvasztja és elégeti a vele ellentétes irányú istentelen programozást. Ezen a programozáson, mert semmi más nem segít, másként nem tudunk kijutni belőle. Egy kicsit még mutatom a vadkacsákat. Nem engedik, hogy közelebb menjek, akkor azonnal elmennek. Ilyenkor októberben mindig tele van ez a kis tavacska velük. Úgy tűnik itt melegebb a víz, mint a többi tóban, a környékünkön. Üdesít a nap. Halacska van a vízben, úgyhogy élelem is van, fürdőhely is van. Nem zavartatják magukat amúgy az autóforgalom, meg a kirándulók.
tömkeleg elől sem. És olyan kis lubiszkolást csapnak néha, hogy hihetetlen. Tehát akkor összefoglalva az eddigieket, nincs más dolgod, csak önmagad legyél. Állj vissza a saját frekvenciáidra. Ne engedd magad manipulálni, ne engedd magad ettől eltérni. Hát csak így tud az az örömteli isteni áramlat az életedben működni, amit már néha éreztél, amikor éppen nem csináltál semmit, csak úgy minden ok nélkül egyszer csak boldog voltál. Hát ez az, amit te vagy. Akkor tudod közeledbe jönni minden, ami hozzád tartozik. Minden és mindenki. Vigyázz magadra!